Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 6-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Ő nagyon magabiztos, de még várakozik, figyeli az eseményeket. A következő napokban fog döntéseket hozni, de ő elvárja azt, hogy ti jelentkezzetek nála, tehát vár valamire. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, és mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a magabiztos férfi mutatja az ő önbizalmát. Ő tudja, hogy mit akar elérni a jövőben. És mi az, amit ő veletek közöl, ez lenne a harmadik kérdés, ezt mutatja ez a kártya. Itt látható egy beteg férfi. De ez a kettő kép nem arra utal, hogy ő most beteg, de ez a téma betegség áll mégis a középpontban. Lehet, hogy emiatt a koronavírus miatt. És ő szeretné, ha ti meghallgatnátok azt, amit ő közöl veletek. De itt látható, hogy elvárásai is vannak. És mi a napi energia, ami szintén közöl velünk valamit, ezt a szerelem istennője mutatja kezében, ez a lángoló szív, ami a fellángoló szeretetet vagy szerelmet mutatja itt a kezében. Tehát van hatása. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!